Tekerdi Tamás elárulta, nagyon ritkán ment el szülői értekezletre, mint fogalmazott, felesége is csak módjával, mert tartották magukat ahhoz, hogy az iskola a gyerek dolga, azzal a szülőnek nem kell törődnie, nem szabad ellenőriznie, ugyanakkor kötelessége segíteni gyermekét. Ma is érvényesnek tartja az egyik könyvének mottóját, amely egy Friedman idézet. Tanítani haszontalan, kivéve ha felesleges. Mindenkit csak arra lehet megtanítani, amit úgy is tud, de arra meg kell tanítani. Igen. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a makban ott van az egész tölgyfa, de ha nem esik bele egy jó földbe, nem esik rá eső, nem kap napfényt, akkor nem fog kijönni a tölgyfa belőle. Tehát kell a gondozás, a növelés, a nevelés ebben a az értelemben tanítani haszontalan, hiszen úgy is hozza magával, kivéve, hogyha felesleges, mert akkor nem haszontalan, mert akkor ott van benne a dolog, amit meg akarok neki tanítani, akkor érdemes vele foglalkozni, mert akkor én vagyok a napfény, az eső, ami azt ki fogja belőle varázsolni. A család egyik legnehezebb periódusa az, amikor a gyermek kamaszodik. A szakember azt mondja, ez az időszak a szülők és a gyermekek számára is kínlódás, ugyanakkor egyáltalán nem vészes. Szerinte a fogantatástól számított második, harmadik életévig eldől, milyen lesz később a kapcsolat, ugyanis ha a szülő örül a születendő gyermekének, érzelmi biztonságot ad számára, elfogadja olyannak, amilyen és feltétel nélkül szereti, akkor az érzelmileg igényes lesz, és bár kamaszkorában ugyanúgy szeretne sodródni, mint a többiek, nem fog tudni, mert igénye lesz a jóra. A szülő feladata pedig az, hogy tinédzser gyermekének szabadságot adjon és elviselje a jelenlétét. Iszonyú szemtelen. Miért ilyen szemtelen? Azért, mert gyors agyi érésen megy át. 90-es évek közepén, amikor arra jöttek rá a neurobiológusok, hogy leépülnek addig kiépült agyi struktúrák, és teljesen újak épülnek ki óriási számban, a kamasz agyában. Ugye akkor a német Waldorf tanárok azt mondták, hogy a kamaszra tulajdonképpen ki kéne írni átépítés miatt átmenetileg zárva. Az esten szó esett arról is, hogy egy felmérés szerint a munkaerőpiacra való belépéshez az iskolában 5 képességet kellene kifejlesztenie a diákoknak. A készségszintű írást, az értő olvasást, az elemi számolást, az angol nyelvet és a számítógép használatát. Köszönöm.